Sziasztok! Bemutatnék most nektek egy különlegességet, ezt a fekete gyönyörűséget. Ez egy barátomé, ez az autó, és szeretnék bemutatni ezt a ritkaságot. Igazából Magyarországon 7-es darab értelmes verzió van ebből. Van még egy-két ilyen összetörött, meg összecsavarozott példány, de ez egy 1991-es Honda NSX, ami azért különlegesség, mert a világ első alumínium sportkocsija volt. És a japánok ugye a 80-as évek végén kitalálták, hogy agyonverik a Ferrarit. Hát ez sikerült is nekik igazából ezzel az autóval, mert ennek az autónak volt az első monokok teste, tehát amikor nem külön van az alváz és a kocsiszekrény, hanem egybe van a kettő. Mielőtt jobban belemerülnétek ebbe a videóba, hadd mutassam meg a kárvertikál mit hozott ki eredményként. Vissza is kaptuk a pénzt, mert nem volt valami informatív a jelentés, mindjárt látjátok, hogy mit láttunk az autóról. Hát a nevet, mint Honda Civic nem igazán sikerült eltalálni, mert ugye tudjuk, hogy ez egy NSX, viszont az alvásszám stimmel, ezért maga a lekérdezés egyébként okés, attól függetlenül, hogy tulajdonképpen nem látunk szinte semmit, viszont a tulaj elmondása alapján is tényleg balesetmentes és minden problémamentes az autó. Az biztos, hogy nem egy minta lekérdezés volt ez az NSX, ilyenkor visszakapjátok ugye a lekérdezési lehetőséget, és kérdezhettek le egy másik autót. Gondolom, ti se csak egy autót szoktatok lekérdezni, illetve megnézni, amikor használt autó vásárlás előtt álltok, de ha mégis, akkor arra az egyre is tudok adni kedvezményt a leírásban található linken keresztül. És azt kell tudni erről, hogy ez egy kézzel készült autó, gyakorlatilag kiválasztottak 100 olyan mérnököt a Hondánál, akik gyakorlatilag ezek a Craftsman Artisan voltak, akik gyakorlatilag a minimum 10 éves tapasztalattal rendelkeztek egy-egy szakterületen, és semmi más nem érdekelte őket, mint a munkájuk, és gyakorlatilag ilyen művészi szintre fejlesztették ezt a fajta tevékenységet. És amikor ugye Senna megnyerte háromszor a McLaren Hondával a világbajnokságot, ugye a Forma 1-be, akkor éppen a Honda az a világ egyik vezető autógyártójával nőtte ki magát egy kis családi cégből, és gyakorlatilag akkor mondta az öreg Soichiro Honda, hogy jó, akkor csináljunk valami olyat, amit még sose csináltunk, ez pedig egy hátsókerekes középmotoros sportkocsi. És ugye először a Ferrari 308-at, illetve később a Ferrari 348-at tűzték ki legyőzendő célnak, de valójában annyira jó lett az autó, hogy a Gordon Murray, aki a McLaren F1-et tervezte, benchmark kárnak, tehát hogy mi az a szint, amit hozni kell, nem a Ferrarit választotta, hanem a Honda NSX-et, úgyhogy a McLaren gyakorlatilag vett magának 90-ben egy piros Honda NSX-et, és Gordon Murray fél évig ezzel az autóval járkált. Amit tudni kell róla, ugye, hogy ez egy teljesen kézzel készült műremek, gyakorlatilag 50-50% súlyelosztásra törekedtek, ez majdnem sikerült is. Akkoriban fejlesztették ki a Honda ezt a VTEC technológiát, tehát ez a változtatható szerepezélés, amiből utána megcsinálta a Toyota is, meg minden más japán cég a saját verzióját, és ebből a VTEC-ből ugye az Integrába került az első, a Honda Integra Type R-be, de amikor megcsinálták ezt a Halo kárt, ami ugye a minden tudott, amiről a Honda versenytechnikája szólt, akkor igazából szólt nekik a főmérnököt, hogy ebbe is bele kéne tenni a VTEC-et. Na most, mivel nem úgy tervezték a motort, és már ugye meg volt csinálva a kocsinak a prototípus teste, ezért a motor körülbelül ilyen 5%-ot döntve van benne hátul, hogy ráférjen a másik hengerfej a VTEC-kel. Ami még nagyon érdekes, hogy van az elejében az első futómű, ugye ez egy double wishbone futómű, maga a futómű is alumíniumból van. A Honda ötféle ötvözetet gyártatott ehhez, ami teljesen kísérleti ötvözetek voltak, és gyakorlatilag egy 5 új szabadalmat csináltak ebből, és így készült el ez a nagyon könnyű test. Gyakorlatilag ez egy 1280 kg-os autó, és ehhez van egy 3 literes VTEC motor, ami egy 280 lóerős teljesítményt tesz lehetővé. A formavilág azért ilyen elképesztően gyönyörű, mert gyakorlatilag Pininfarinát kérték föl, hogy csinálja meg a Honda Pininfarina X tanulmányautót, ami egyébként egy rút kiskacsa ehhez képest, de ebből egy 2 év fejlesztéssel lett végül a Honda NSX formája, ami, mint tudjuk, Pininfarina tervezte a legnagyobb ikonikus Ferrarikat, például a Testarossát és társait.
Illetve hát gyakorlatilag a 458 Itáliáig ő tervezte az összeset, aztán meghalt szegény, de hát az ő stúdiója csinálja továbbra is a Ferrari formaterveket. Ami marha érdekes ebbe a kocsiba, hogy eltéveszthetetlenül japán, de a másik oldalon eltéveszthetetlenül japán, tehát abszolút ázsiainak néz ki, de a másik oldalon mégis azért benne vannak azok a jellegzetességek, amik akár egy forma, akár egy Ferrarira is ráhúzhatók. Ami terv volt még ezen kívül, hogy egy olyan autót akartak csinálni, amit a mindennapokban lehet használni. Ez sikerült is nekik, tekintettel arra, hogy az akkori Ferrari gyakorlatilag használhatatlanak voltak a Lamborghinikkel együtt, mert állandóan lerohadtak. Ugye a Honda híres megbízhatóságával ezt kiküszöbölte, a másik pedig, hogy vezethetetlenek voltak, plusz nem lehetett kilátni. Aki már ült egy Lamborghini Countach-ba, én már ültem egyszer, az tudja, hogy hátrafele semmit nem látsz, gyakorlatilag egy nagy dübörgő kamionmotoron ülsz egy váltóval, és gyakorlatilag bármelyik kanyarba meghalhatsz benne. Hát ez a kocsi gyakorlatilag tele van elektronikával, tehát az akkori kornak megfelelően van benne kipörgésgátló, ABS, stb. De térjünk rá inkább, azt mondanám, hogy erre a bizonyos autóra, mert gyakorlatilag itt az lenne a lényeg, hogy ezt az autót mutassuk be. Kezdjük a motorral. Ugye a motor ez egy keresztbe berakott 3 literes Vitek, amit 1997-7-es évben egy strokerrel megnöveltek 3,2 literre. Ennek a jelenlegi fajlagos teljesítménye papíron 274 lóerő, ami Japánban 280 egyébként, de 274 lóerő, ami azt mondom, hogy egy papíron egy 5,5 másodperces gyorsulást tesz lehetővé, ami a mai turbós autókhoz képest nem annyira gyors, viszont a másik oldalon, mivel a kaszni, a futómű és minden más hihetetlenül merev, és gyakorlatilag pályára lett kitalálva, ezért igazából teljesen más élményt ad. Egyébként van egy összehasonlítási alapunk, egyik kedves barátomnak van egy, ez a Clubsport GTI Golfja, a nagyobbik turbóval, pont ugyanolyan gyorsat megy az NSX 2-esbe, 3-asba és 4-esbe, hát ez a 30 év, ami eltelt, az pont erről szólt, hogy gyakorlatilag most már egy utcai Clubsport kocsi tudja az teljesítményben, mint az NSX. Ettől függetlenül az NSX sosem abban volt jó, hogy egy egyenes pályán egyik pontból a másikba elérjen, hanem abban volt jó mindig, hogyha fölmész vele egy ilyen hegyi kanyargós útra, akkor gyakorlatilag akár egy ilyen másfélgés oldalterhelést is képes létrehozni. A beltér az nagyon ergonomikus, mondanám azt is, hogy valaki azt gondolja, hogy puritán, én azt gondolom róla, hogy igazából egy olyan autó, amiben szívesen beleülsz, és gyakorlatilag elmész mondjuk vele a Nürburgringre egyet csapatni, egy 1000 kilométert, és az 1000 kilométer végén úgy szállsz ki belőle, hogy nem fáj se a dereka, se semmi. Ugye a kóra jellemző ilyen nagy analóg órák vannak benne. Ez a Vitek motor, ez 8300-nál tilt le, addig csodálatosat forog, és hát ugye a Vitek az gyakorlatilag az utolsó 3000-es fordulaton forog. Ugye ebben annyi változtatás van ebben a kocsiban, hogy ez a gyári Typer versenykormány, illetve a Type-S titánium váltógomb, ami még benne van, de egyébként a belseje ettől függetlenül az teljesen gyári. A kocsi egyébként tele van titánium alkatrészekkel, például van rajta egy titánium kipufogó rendszer, azt ha majd megmutatjuk, az elég látványos. Ugye nem a gyári felnie van rajta, hanem gyakorlatilag ezek most Ózé Futura felnék, ez korhű, megfelel az akkori kornak a felnének, mert ez körülbelül ez a period korrekt, tehát ez a plusz-minusz 10 éves gyártási periódus. Ilyen régi japán utcai versenyzős videókon lehet ezeket a felnéket látni, hát ez most vagy tetszik valakinek, vagy nem, nyilván vannak ennél modernebb felnék, de a tulajdonos így tartotta meg az autót. Nagyon szép hangja van, egyébként az egész autó felett telibe újítva. Ugye, amit most filmezel, az pont egy a titánium kipufogó rendszer. Gyakorlatilag a leömlő az egy Science of Speed, kerámia bevonatú leömlő, van rajta egy szárt katalizátorkonverter, és végül ez egy Pride titánium kipufogó. Összehasonlításképpen az eredeti kipufogónak a súlya az olyan 15,7 kg, ennek a súlya 4,5 kg. Tehát itt azért van egy kis ilyen weight saving. Ha elmegyünk az autó elejéhez, ott még mutatok érdekességet. Egyrésztről ugye itt elő nincsen motor, de ugye az összes szervó meg minden más itt van, és amit ott jobbra a szélén látunk benn, az egy ABS kocka,
ami azért érdekes, mert ebbe a 90-es évek elejé autókban az ABS az igencsak meg szokott halni ennyi idős korára, és egyébként is nagyon buta ABS volt benne, úgyhogy a tulajdonos kicseréltette egy 2002 utáni ABS-re, ami egyébként sokkal kisebb, mint az eredeti, úgyhogy most ott egy csomó hely felszabadult. A hűtő is új rajta, illetve az egész autó egy felújításon esett át, ami közel egy 20 ezer eurós felújítási költséget vont magába. Ebbe bele tartozik egyébként a kuplung munkahenger, a fék munkahengerek cseréje, a fék csöveknek a fémre cserélése, az összes hűtőcső cseréje, gyakorlatilag a motortérben van két típus hibája az NSX-nek, amiről egyébként soha nem beszélnek. Az egyik típus hibája az NSX-nek az, hogy van egy ilyen pillangószelep benne, vagy pillangószelep sor, amit csavarral van rögzítve. Ezeket a csavarokat néha utána kell húzni, szét kell szedni a motort, le kell szedni a tetejét, mert ha nem, akkor ezek a csavarok hajlamosak kilazulni, és akkor beesnek a motorba, akkor meg motorcsere. A másik ilyen történet, ami még az NSX-en egy típus hiba, az pedig a főtengelyen van egy szíjtárcsa, ezt úgy hívják, hogy harmadik balancer, amiben mivel elfordították a motort 5 fokot, ezért gyakorlatilag ott egy olyan vibráció keletkezett, amiért ezt a szíjtárcsát egy két komponensből rakták össze. Az egyik az egy alumínium komponens, ami maga a szíjat tartja, a másik egy gumikomponens, ami az alumínium komponensnek a belsejében van, és kiegyensúlyozza ennek a forgását, hogy ne keletkezzen ott egy ilyen negatív hatású rezgés, ami a motorra visszahat. Viszont ez előregszik, és ez szét szokott esni. És amikor szétesik, akkor az alumínium tárcsa elindul így hátrafele, és szétvágja azt a műanyag borítást, ami mögött a vezérműszíj van, és elvágja a vezérműszíjat, és akkor gyakorlatilag motor kuka, de ebben van egy ilyen pajzs, ami ezt megakadályozza. Ami még nagyon lényeges és fontos történet itt a motoron, nyilván ez teljesen feletújítva, tehát az összes hűtőcsök illet benne cserélve, ami 21 darab hűtőcsövet foglal magába, illetve a kiegyenlítő tartály is ki lett cserélve, a harmonik balanszer is ki lett cserélve. Gyakorlatilag ez a motor, ez most egy teljesen új állapotban, és hát nyilván ez a felső merevítő, ez nem gyári, mert ez egy titánium, ez egy Foundry 3-as titánium merevítő, ahogy a kipufogóval harmonizál ugye a dizájn. Ami még érdekes, és amit még érdemes elmondani az autóról, hogy az utolsó gyári Typer futómű van benne, tehát a gyári-gyári Typer futómű van benne, amit nem használtan vett a tulajdonos, hanem úgy vette, hogy gyakorlatilag valahol a európai piacon vadászta, és az utolsó dobozos 0 km-es Typer futómű, és a Typernek a szvébárjai kerültek be az autóba, úgyhogy igazából a magassága a kocsinak az a gyári alatt van egy körülbelül 2,5-3 centivel, de viszont följebb van, mint ezek a különböző aftermarket gátlók, rugók. A belseje alapvetően szép állapotban van, ahogy látjuk, nincsenek kiszakadva a bőrök, igazából minden gyári rajta, úgyhogy ez egy gyűjtői darab, egy gyűjtői autó. Milyen vezetni egy NSX-et? Jó, hát ez egy ilyen legendás mondat, hogy fú, az NSX ilyen jó, meg olyan jó. Őszintén szóval, amikor ez a barátom kölcsönadta először ezt az autót, akkor beleültem ebbe a kocsiba, és hát egy óriás csalódás volt. Teljesen őszintén. Tehát, hogy beleül az ember, és akkor vár egy ilyen szupersportkocsi feelinget, és amikor lassan mész vele, akkor az így pont semmi. Tehát olyan, mint egy ilyen Honda Accord, vagy nem tudom, ez a teljes jellegtelenség, plusz... 1-4-es Civic, igen, az is jó. Plusz annyi, hogy ráadásul a kormányban ugye nincsen szervó, tehát igazából ezen a kocsin szemiszlikek vannak, tehát konkrétan egy váledzésnek megfelel, amíg mondjuk kiállsz valahonnan. Mondanám ezt így csúnya magyar szóval, hogy van egy ilyen másodfokú bazd meg, mire kiparkolsz bárhonnan, és konkrétan lever a víz, tehát hogy ilyen hónalstiftet azt mindig így hordani kell magadnál. És akkor elkezdtem ezzel az autóval menni, mert igazából Ausztriából hoztuk haza ezzel a barátommal, és hát az volt, hogy amikor ilyen 60 és 100-as tempó közé ér ez a kocsi, na akkor elkezd baromi érdekes lenni. Akkor elkezd baromi érdekes lenni az autó, és megjön ez a sportkocsi feeling, és akkor amikor egy pár kanyart így átfűzöl, akkor elkezded érteni azt, hogy aha, igen, jó, akkor kezdem érteni, van tapadás, akkor van hátsó kerekem, akkor van egy középmotorom, amivel igazából tök semleges ez az autó kanyarokba, és gyakorlatilag megjön egy feeling, hogy
ez az autó valójában rohadt jó. Csak az van, hogy egy ilyen nagyon régies design, és mechanikából tudja azt, amit az új autók elektronikából tudnak. És az a szokatlan benne, hogy gyakorlatilag valójában tempón kell vezetni, tehát ez az autó ilyen 100, vagy inkább azt mondom, ilyen 80, és ilyen 250 között érzi magát marha jól az úton, és ott olyan tapadása van, hogy tényleg egy elképesztő, viszont például voltunk pályán vele, ahol szintén volt lehetőségem vezetni, és mondjuk egy ilyen szűk pályán, egy kakucsringen gyakorlatilag letörik a csuklód egy 10 kör után, mert olyan ellenerők ébrednek, úgyhogy ja, ilyen elég kettős volt az első élményem ez az autóval szerintem, de amúgy tényleg egy ilyen csodálatos vas. Hát aztán persze mondhatjuk azt is, hogy old school, de igazából meg ami a sex appeal-nek az autónak, hogy úgy néz ki, mint egy fekete cápa így a vízben. És hát ezek az ilyen pislogós lámpák, ugye ez a pop-up headlights, ez valójában igazából csúcs. Tehát, hogy ennél menőbbet nem nagyon tudsz mutatni szerintem így a 90-es évek idusáról, meg hát utána se nagyon. Ugye 2000, ugye volt egy gyakorlatilag egy motorikus ráncfelvarrás az NSX-nél 1997 és 2001 között, amikor ugyanígy nézett ki a kaszni, de már volt benne elektronika, gyakorlatilag ugye egyen nagyobb motor volt benne, és akkor ez volt, és 2002-ben ugye csináltak fix fényszórókat, amitől szerintem úgy néz ki, mint egy ilyen nagyra nőtt bogár, úgyhogy én azt gondolnám, hogy a valódi NSX az ez. Tehát persze lehet mondani, hogy jobb az elektronika. Egyébként vezettem olyat is, egy másik barátomnak volt egy 97-es targája, egy zöld, és abban meg olyan buta az elektromos rásegítés a kormányra, hogy igazából sikoltozol tőle. Tehát, hogy annyira ilyen, van egy olyan késleltetése, hogy amikor parkolsz, akkor gyakorlatilag egy felet fordítasz a kormányon, és akkor utána elkezd így valami történni. Nyilván, amikor a sebességet fölveszi, akkor leveszi a szervót, és akkor visszakapod ezt a direkt kormányzást, de alapvetően meg, hogy mondjam, nem egy óriási élmény egy ilyen jellegű autónál egy ilyen. Ami még érdekes, ugye ennél a GDM hátsó lámpák vannak, most, hogy így pont ezt filmezzük. A GDM hátsó lámpáknál meg azt kell tudni, hogy gyárilag ég, ha föl van kapcsolva a lámpa, egy darab mező, a 2x3 mezőből, és hogyha ráfékezel, akkor gyakorlatilag fölgyűlöd még egy mező, itt annyi a különbség, hogy 2x3 ég, és ha ráfékezel, akkor mindegyik föl villan, plusz fönt van egy LED csík a tetején, az is fölvillan. És akkor gyakorlatilag ez tökéletesen alkalmas arra, hogy bárkinek a szemét kisüssed. Tehát aki mögötted jön, az tuti vak lesz egy fél percig, úgyhogy olyankor gyorsan kezdjél gyorsítani. Ami még egy fontos történet egy ilyen régi autónál, hogy mi hogyan tartom fönn, mennyibe kerül egyáltalán a fenntartása. Jó, hát erről van ilyen mindenféle urban legend. Ez egy Honda, tehát alapvetően ritkán megy rajta tönkre valami, de azért ez egy 30 éves autó, és sajnos a Nissan-nal szemben, mert a Nissan, azt tudjátok, hogy az összes GTR-hoz vezet, vagy gyár gyakorlatilag alkatrészt folyamatosan, tehát ha bemész mondjuk a Nismo-hoz, akkor az R32-től, sőt még az R30-tól, az R35-ig bezárólag gyakorlatilag mindent kapsz, igaz, hogy platinárba, de kapsz. Most a Hondának is van egy ilyen az NSX-re egy ilyen legacy programja, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag bármit rendelsz náluk, akkor 2 év backorderbe van, aztán vagy legyártják, vagy nem, de általában nem. Úgyhogy az USA-ban van egy ilyen elég jó közösség, az NSX Prime, ahol is gyakorlatilag van egy ilyen mondás, hogy ha megvetted az NSX-et, akkor tudjad kifizetni az NSX taxet is rá, tehát van egy ilyen NSX adó, ami arról szól, hogy minden alkatrész, amit betárolt körülbelül 3 vagy 4 ilyen dealer a világon, azok körülbelül 3-szor annyiba kerülnek, mint a gyári árak. Tehát például, ha mondok egy példát, ha akarsz hozzá egy ilyen hátsó lámpa szettet, mert éppen beázik, mert előregszik a műanyag, és ez elő is fordul, hogy előregszik a műanyag, és elkezd beázni, ez például 850 euró. Tehát azért van egy-két olyan szám, amit lerakod a hajadat, az, amit láttál, az az ABS upgrade az elejében, az 1 millió forint. A Typer futómű alá, és ugye ebben nincsenek benne a gumibakok, hanem csak maga a gátló rugó, az 1 millió 200 ezer forint. Tehát azért így vannak árak, amik repkednek. Ha akarsz alá egy jó féket, mondjuk nem ezt, hanem a 2002 utánénak a sokkal nagyobb és sokkal erősebb fékjeit, az megint egy 1 milliós történet. Tehát azért repkednek a számok.
Gyakorlatilag ez a kocsi, mire fel lett újítva, ez a barátom 20 000 eurót költött most rá. Tehát az lett a vége, ami most átszámolva azért egy erős 8 millió forint, mire ez most olyan állapotban van, de gyakorlatilag ez most teljesen patent, tehát ez egy új autó minden szempontból. Kíván cserébe egyébként az ilyen műanyag alkatrészek, a másik is eltördelődnek benne néha. A másik probléma az, hogy bizonyos alkatrészeket a Honda nem gyárt. Tehát például van az egyik nagykeres úriember, aki vásárolt 10 darab fényszórót, ha már most pont a fényszórók vannak nyitva, és akkor a baloldaliakat például nem lehet bele kapni, a 10 darab jobboldalit a Honda leszállította neki, a 10 darab baloldalit meg nem. És mondták, hogy bocs, backorderem van, lehet, hogy 2 év, lehet, hogy 3 év, lehet, hogy soha nem lesz. És akkor vegye hozzá alkatrészt. Szóval igazából az Európa, van egy európai nagyker, az Ausztriában van, egy srác, aki egy ilyen őrült egyébként, amit még szeretnék elmondani a platformnak a potenségéről, ami tök fontos, hogy ez a srác, aki ezt az autót szervizelte kint Ausztriában, neki van egy saját 1992-es NSX-e, és ő 2018-ban német Time Attack lett az extrém kategóriában ezzel az autóval. Jó, mondjuk teszem hozzá, az autó már nem ez az autó, tehát nem 1280 kiló, hanem az az autó az összesen talán ha 1000 kiló, és van benne egy 3,5 literes stroker kites motor, szívó, 475 lóerő. Most összehasonlításképpen a japán túrautó bajnokságban, a GT500-ban a Toda csinált gyakorlatilag 500 lóerős motorokat, de hát azok nagyon-nagyon-nagyon szét vannak hegyezve. Most ez a srác tartósan használja 475 lóerővel, ugye ITB-k vannak rajta, tehát az Individual Throttle Bodies, egy nagyon-nagyon elmebeteg szerkezet, de azért az durva, hogy egy 30 éves platformmal azért agyonveri a szétfaragott evókat, meg az összes ilyen japán csodát a pályán, úgyhogy azért azt lehet mondani, hogy a japánok annó egy 20-30 évvel megerőzték a korukat. Tehát akárhogy is nézzük, ez az autó egy darab történelem, és azért is nagyon jó, hogy még van belőle, és jó, hogy még ezt el tudjuk idehozni, és meg tudjuk nektek mutatni, mert Európában gyakorlatilag maradt kevesebb, mint 300 darab. Összesen épült a japánok, mennyit építettek? 8747 darabot építettek az NSX-ből, ugye ez egy kézi munka, és abból, ha visszaszámoljuk ezt a 30 évet, ugye 2005 óta egyébként se gyártják már a második verziót sem, akkor gyakorlatilag mennyi maradhatott belőle? Hát az árazása meg ennek megfelelően alakul, mert hogy gyakorlatilag az elmúlt 3 évben ezeket 2008-ban ilyen 35-40 ezer dollárokért lehetett venni ezeket az autókat. Most ott tartunk, hogy egy jó állapotú az 100 ezer dollárt üti, és Amerikában egy ilyen, ez a pristine condition, amiben gyakorlatilag mondjuk egy 10-20-30 ezer kilométernek megfelelő mérföld van, azok körülbelül ilyen 120-130 ezer dollárba mennek. Illetve ennek ugye volt a Type R verziója, amit ugye lehetett csak Japánban, csak jobb kormányossal rendelni, az gyakorlatilag a pályaverzió, ami 250 kilóval könnyebb, ugye nincs benne klíma, meg nincs benne nagyon-nagyon sok minden, kipörgésgátló, tehát nagyon sok elektronikát kiheréltek belőle, aztán ilyen beteg dolgok vannak, hogy a hangtompító üveg, ami az utastér és a motor között van, az fele olyan vastag, tehát már mindent kitaláltak. Na az a kocsi, az most kelt el egy 97 millió forintnak megfelelő jenért, abból csak 500 darabban. Úgyhogy azért ez is elérte azt a legendás GDM kategóriát, amikor ha eddig meg tudtad vásárolni, akkor örüljél, ha nem, akkor valószínűleg ebbe az életben már nem lesz ilyen autód. Meg a másik, hogy nem nagyon adja el, akinek van már. Tényleg egy ilyen GDM ikon. Ezt két gyárba rakták össze, az egyik a Tochigi Factory, ahol egyébként az S2000-eseket is rakták össze, a másik pedig ott Suzuka mellett van még egy ilyen gyáruk, és akkor gyakorlatilag az NSX-et azon a két planten rakták össze, a Hondáék, de tök ugyanaz, tehát semmi különbség nincsen. Aztán vannak ilyen félreértések, hogy ugye 5-sebességes váltó van ezekben a régiekben, ugye 97 után már 6-sebességes váltóval szerelték, és ugye vannak ezek a GDM Type R Gear, amik a Type R-nek volt a váltója, ami megint rövidebb. Igaz, hogy a végáttét benne ugye az nem engedi olyan magasra kipörögni, vagyis olyan nagy sebességet elérni a végén, tehát mondjuk nem 300-zal fog menni, hanem 250-nel, viszont ott iszonyú gyorsan leforog, hiszen más a differenciálmű, más a végáttét,
és mások a GDM Gear. Ennek például nagyon hosszú a kettese, ezt már rengeteg autós műsorban elmondták, hogy a kettes végén az autónál 130 km per óra. Tehát igazából ahhoz, hogy te ezzel, hogy mondjam, azt a fajta motordinamikát menjél, mint ami ennek az autónak jól esik, talán inkább így tudom mondani, az igazából elég elmebeteg módon kell vezetni, és a másik, hogy nem fogod betartani a 60 km per órás, vagy az 50 km per órás szabályokat, mert nem tudod betartani igazából, mert hogyha ezt forgatni szeretnéd, akkor kettesnél 130 a vég. Tehát mondjuk egy 100-nál váltod el a 3-ast. Úgyhogy ez inkább egy ilyen hegyi útra való amúgy. Mondom, voltunk ezzel a barátommal vele versenypályán, de leginkább azt mondanám, hogy egy ilyen gyors, kanyargós hegyi út az áll neki a legjobban. Ott tudja igazából azt, amiért ezt a kocsit megveszed, hogy van egy ilyen hétvégi programod, beülsz az autóba, tele vagy stresszel, morog rád az asszony, megharapott a kutyád, abszolút rossz kedved van, főnököd lecseszett, hazamész, kinyitod a garást, leszeded róla a szatén ponyvát, mert természetesen csak úgy rakja ez a barátom is, hogy szénnél lemossa, hát ez most igazából esőt kapott idefele, de még így is azért látszik, hogy a fényezés azért nem rossz, pedig az eredeti fényezés. És gyakorlatilag azt csinálod, hogy beleülsz, kikapcsolod a telefonodat, elindítod a kocsit, és fölmész mondjuk Visegrádra a Szerpentinre egy iszonyú nagyot veretni valamelyik éjszaka. És ez a flash a kocsinak. Vagy elmész mondjuk Szlovéniába vele túrázni. Ebben az autóban jelenleg 101 ezer kilométer van, így 31 évesen. A srác 97 ezer kilométerre vette, de ez a kocsi egyszer hazajött Magyarországra, utána elment Ausztriába, át két évet egy garázsba, utána elment Ausztriába a teljes felújításra, és utána vissza lett hozva Magyarországra. Úgyhogy most körülbelül pontosan 101.427 kilométer van benne ez a. Úgyhogy nem egy agyonhajtott darab, épp hogy csak betört a motor, tehát most kezd használható lenni. De hát igazából néha Budapest éjszakájában az utcán előfordul, hogy az autó megjelenik, és akkor közbotrány van, mert igazából ez egy ilyen, hát mondanám, hogy csíkmagnet, de nem igaz. Tehát például csávózni jól lehet vele, mert hogy igazából minden lámpánál lesz 5-6 barátod, vagy ha megállsz vele egy kútnál, akkor azonnal lesz 7-8 barátod. Csajok meg nem látják, hogy csajok nem értik, igen. Tehát hogy ez az az autó, hogy nagyon fekete, nagyon lapos, őben egy ilyen arc, vagy két arc mondjuk napszemekbe, akkor ez egy kicsit ilyen ijesztő, hogy most kik ezek a gangsterek valami szupersportkocsiba, és ahhoz meg, tehát nem ilyen ugróló van az elején, vagy egy ilyen rohamozó bika, úgyhogy kicsit, hogy is mondjam, pont ez a kettősség. De hát aki egy ilyen autófanatik, vagy benzinvérű, az pontosan érti, hogy ez miről szól, és ez az autó micsoda. És persze ott van emögött a Senna Connection, meg egy csomó minden, amit egyébként dögunalomig elmondtak róla minden autós műsorban, úgyhogy ennek a bemutatónak picit most az lett volna a célja a mi oldalunkról, itt veled Bence, hogy gyakorlatilag beszéljünk olyan dolgokról is, amikről nem esik szó, hogy kurva drága fenntartani, hogy igazából iszonyú nehéz vele parkolni, hogy nem lehet hozzá alkatrészt kapni, hogy gyakorlatilag van egy csomó olyan, hogy is mondjam, ilyen restriktív feltétel, ami mellett egyébként egy ilyet fent lehet egyáltalán tartani manapság, de mellett meg mégiscsak egy GDM ikon, és imádod. És nem tudod nem imádni, és az a jó, hogy amikor oda jönnek emberek így beszélgetni erről az autóról, akkor egy olyan pozitív szűrő van előtted, hogy tudsz olyan módon kapcsolatot teremteni ezekkel az emberekkel, ahogy egyébként nem tudnál kapcsolatot teremteni ezekkel az emberekkel, mert hogy ez a kocsi viszont nem kelt negatív érzeteket. Tehát nem olyan van, most bocsánat, pejoratív leszek, de hát mégiscsak egy vlogról beszélünk, tehát nem olyan, mint egy Ferrari, hogy valaki hegyeset utánad köp, mert irigy rád, hanem azon, hogy valaki odajön, és akkor más autókból így integetnek át, hogy milyen szép autó. Tehát, hogy egy teljesen másfajta érzetet kelt ez. Úgyhogy igazából ez tényleg egy ilyen kis darab történelem, és tényleg egy ilyen csoda. És tök jó, hogy egy ilyet megtapasztalhatunk, mert nekem is egy óriási élmény itt ezen a fórumon keresztül, hogy egy ilyenbe beleülhetek, és vezethetem, és kipróbálhatom. Hogyha szeretnétek bemutatni az autótokat, mert van valami egyedi építés a garázsba, egyszerűen csak leszeretnétek mérni a 0-100-as gyorsulását, 100-200-at, negyed mérföld és társai, akkor nyugodtan írjatok Instagramon vagy e-mailen, és megbeszéljük. Na, szevasztok!